Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink, a zöld stílusban. Mindig is izgalmasnak tartottam a barlangokat. Kissé félelmetesek, de ugyanakkor vonzó, misztikus helyek a Földön. Ami a barlangok felé taszít, az talán leginkább az újnak, a láthatatlannak a megismerése, az örök sötétség birodalma. A mai adásban a Keleti Kárpátok egyik legjelentősebb cseppkő barlangjába látogatunk el. A gyergyószéki tekerőpatak és vasláb települések határában járunk, itt találjuk meg a Gyergyói medence legjelentősebb barlangját, a Sugó barlangot. A Gyergyószent Miklóst Csíkszeredával összekötő útvonalon, vasláb településen, az aszfaltos útról letérve, a székelyporták között kanyarog tovább a földút. A hegyek közelsége mindig egy különleges energiát kölcsönöz e vidéknek. A házakat elhagyva, mintegy 6 kilométer megtétele után az út hirtelen eltűnik. Innen már gyalog megyünk tovább. Nem először járok itt, de az elvarázsolt erdő érzése most is bennem van. Ahogy egyenként lépkedek felfele a falépcsőkön, ez egy mesevilág, és annyi ilyen csodálatos hely van ebben az országban. Látni kell, minél többet látni, érezni, megtapasztalni és megóvni. Egy kisebb kapaszkodó után megérkezünk egy takaros kis házhoz. 10 évvel ezelőtt még szemétdomb és omladozó faépület fogadta itt a turistákat. Ma már hangulatos barlang kutatóház áll a régi csenevész építmény helyén. A természetvédelmi terület 2006. februárjától a Gyilkostó Adventure Egyesület gyámsága alatt áll. A Sugó barlang csak képzett túravezetővel látogatható, így felkértük Simon László barlangászt, hogy kalauzoljon bennünket. Szervusz, László! Szervusz, Emilke, Isten hozott! Köszönöm szépen! Mi vonza a barlangászokat a barlangok mélyébe? Hát magát a barlangász az sok minden vonza, ugye amióta beszélhetünk arról, hogy barlangászás az újnak a megismerése és a felfedezésnek az a fajta öröme, hogy előtted nem jártott ember, és csak a Jóisten látta azt, és akkor, hogy megismert, feltárt, feltérképez, és aztán jön majd ugye az, hogy mutassuk meg másnak is, és onnan jön képbe aztán attól arra a barlanglátogatás, vagy a barlangi turizmus. Van egy misztikuma a barlangnak, a sötétségnek? Van mindegyiknek, ugye, hát régmúlt időkre visszamenőleg mindig féltek a sötéttől, és ide becsatolódik még a denevérektől való félelem is, és akkor egy kicsit egy bizonyos réteg azért tartott a barlangoktól is, nem merték megközelíteni, de ha azt nézzük, hogy jégkorszakok időszaka, meg háborús időszakok, vagy az emberek meredéket is kerestek benne, akkor igenis bátran fordultak a barlanghoz, meg védelmet találtak meg benne. Tanösvényről mit kell tudni? Hát a tanösvény az nagyjából a térségbe fellelhető flórát és faunát mutassa be, valamint a geodiverzitást is, ugye a barlangnak a közettani sokszínűségét, és magát a barlang képződést is. Gyere, akkor egy picit haladjunk közelebb a barlang bejáratához. A menedékház rövid sétára található a barlangtól, nem sietünk. Átvesszük a hely hangulatát, megállunk, hallgatjuk a szelet, ahogyan suhogó hangjával megszólítja a fenyvest. Közben kérdések százai zakatolnak a fejemben, és tovább faggatom Lászlót. Na kérem, ez az ösvény része egyébként a tanösvénynek is, ez vezet fel a barlanghoz, durván 200 méter, és akkor ugye megállók vannak a tanösvénynek, valamint innen látszik szépen az a kis sziklás rész, amelynek a tövében van a vizes barlang. Gyakorlatilag ez a legendás Sugó barlang. Ez volt a legelső része a barlang, ami felfedeződött, és aztán majd a fosszilis járatok később lettek felfedezve, azok a részek, ahol most igyekszünk fel. Ez a forrás jelenleg is aktív, iható forrás. Természetesen, és hát mindig van elég komoly vízhozama, leszámít az ilyen nagyon szárazságos időszakokat, amire talán nem is volt még példa, ami most zajlik pont, hogy egy nagyon-nagyon szárazságos időszakban vagyunk, és nagyon vissza van esve a vízhozam. De még mindig folyik. Gyakorlatilag a barlangkutató házat ellátjátok ebből? Ebből ellátjuk, így van, és hát ugye ez is azért hozzájárul
a vízhálózathoz, a térség vízhálózatához. Hol vagyunk most jelenleg? Hát jelenleg a bejáratnál vagyunk, ugye itt lent. És akkor ez a szakasz, amit úgy, hát idézőjelben mondva, egyenesen húzódik, az a turisztikailag látogatható szakasz. Itt vannak ugye tágabb és szükebb pontjai, a barlangnak ilyen a szerkezeti felépítése, de ez a kialakulás időszakában zajló hidrodinamikai körülményeknek köszönhető. Ez, ami látogatható, egy olyan durván 180 méter, összesen 1021 méter a barlangnak a teljes hosszúsága, a jelenleg feltérképezett hosszúsága. Ide még kisebb-nagyobb szakaszok, amik utólag lettek feltérképezve, még be fognak csatolódni, és akkor szűk 1100 méteren vagyunk jelenleg a reális feltárással. Ez a szakasz, ami jobbra kikanyarodik, ez az úgynevezett túlfolyó ág, ami nagyjából azt igazolja, hogy a fő ágból a többletvíz ide folyt hátra időszakosan, nem volt itt állandó aktív vízfolyás, és kicsit fejletlen is amiatt. Kuszodás részek vannak benne, itt nagyon nehezen lehet elhaladni. Azt utána 5 gyönyörű terem van, amiben szépen lábon állva végig lehet haladni és megcsodálni. Talán a barlang legszebb része ez, és ugye itt a nagy teremnek az alja. Ezek gyakorlatilag barlangtani rezervátumok, tehát ide nem is jut be a turista, és mi is nagyon-nagyon ritkán járunk ide be, monitorizálás céljával, amikor hőmérőket figyelünk, denevéreket számolunk, és ennyi. Körülbelül mit jelent ez a ritkán járunk be? Évente 3-4 alkalom. Annál nem több, és az is inkább a téli időszakban, mert mivel a sugóbarlang egy kicsi és hideg barlang, ez csak téli élőhely a denevéreknek nyáron. Nagyon-nagyon ritkán van denevér. Mikor van? Amikor vagy nagyon nagy meleg van, és a meleg elől húzódnak be, vagy amikor így lehűl az idő, mint most is, nem igen van, amit egyenek, ugye rebdésű rovarokat esznek, és akkor takarékra behúzódnak. Itt 2-3 napig hallgatóznak, és utána megint kirepülnek, akkor felmelegedik az idő, tudjanak táplálkozni. Mi szükséges ahhoz, László, hogy valaki bejárhassa a barlangot? Milyen felszerelésre van szükségünk? Abban az esetben, hogyha csak barlanglátogatásról beszélünk, akkor egyszerű ruházat, ugye tura, öltözet, csukott lábbeli természetesen, hosszú nadrág, valamint egy meleg felső, és világító eszköz. Na, ugye mi esetünkben ez most egy sisak lesz, és azon barlangászlámpa, de viszont kézilámpával is könnyen végigjárható, és az a szakasz, ami turisztikailag látogatható, az különösebben nagy nehézséget nem okoz. Azért kiemelném még itt a nézőknek is, hogy nem mindig mindenkor látogatható a barlang, ugye, hanem vezetett túra keretében. Mikor van ez? Így van, van egy elég rövid és hát mondjuk, hogy komoly szezonalitása. Ez nagyjából július és augusztus. Viszont van ezt megelőzőleg és az utána levő periódusban is, amikor jönnek látogatók. Ez nagyjából az iskolák kezdése meg végzése. Ami ehhez szükséges nekünk most, ez csak ennyiből áll, hogy egy sisak, ami egy kicsit védi a fejet a kopogtatástól, és egy jó lámpa. Ez az enyém, ezt azonnal fel fogom én rakni, és akkor adok neked is pont egy olyant, úgyhogy hasonló lámpával fogsz te is majd világítani. Ezek nagyon jó fényt adnak, és annyira a látogatásnál nem is fontos, hogy jó fényt adjon. Amikor nagyon fontos, hogy jól világítson a lámpa, az a feltárások időszaka, és a barlangi baleseteknél, amikor ki kell építeni mondjuk egy mentési útvonalat, vagy menekülő útvonalat. Ott azért nagyon fontos, hogy egy barlangi mentő lássa. Szoros, tehát lazítunk igen, akkor rajta, az nem gond. Jó lesz így? Igen, köszönöm. Okay. No. És olyankor nagyon fontos, hogy lássad a barlangodot, és tudjad megtervezni a mentési útvonalat. A sugóbarlangnál ez nem áll fenn, mivel hogy ez egy viszonylag egyszerű barlang, kicsike, és javarészt horizontális szakaszok vannak benne, ami azt jelenti, hogy kézből, izomból kell elvinni a hordágyat. De ahol viszont nagy barlangokról van szó, ott viszont nagy szintkülönbségekkel, ott fontos, hogy tudd a kötélpályát úgy kiépíteni, hogy a lehető legkönnyebben és a leggyorsabban tud kihozni a sérülteted a felszínt. Nyissuk ki a... Jussunk be a barlangba a jelenlegi formáján ugyanak a bejáratnak, mivel hogy ez pár alkalommal már átalakuláson ment át, mivel a felfedezés pillanatában itt nem volt csak egy ilyen kis
20 centis nyílás, a többi fel volt elve üledéke. És azt kellett eltávolítani, utána jött az a rész, hogy lezárták, és utána jött majd az, amikor mi kicseréltük ezt az ajtót, nem volt a denevéreknek röpnyílás. Hogyha megfigyelitek ezeket a nyílásokat, akkor ezen keresztül nagyon-nagyon könnyen be tudnak repülni a denevérek is ki. És ez már annyit jelent, hogy az akkor ismert 4 fajból most már jelenleg 10 lett, tehát a fajbűsége nagyot ugrott, és hát lélekszámban is van változás, mert az addigi 100-200 denevér most 6-700 denevért jelent. Megengedett, hogy kinyissak? Meg, csak hogy be kell nyúljál, és bent van egy lakat. Ez pont a biztonság véget van. Értem. Azért, hogy ne legyen feltörhető a barlang. Majd bejutunk, és akkor látni fogod, hogy rengeteg képződményt letörtek ebbe a szép kicsi barlangba. Sikerült. Úgy, lassan enged hátra. Az. Ez a legelső terme a sugóbarlangnak, és itt vannak ugye kiállítva a denevérekről a tanúsfény táblája, valamint Buslig Lajosnak a barlang legkitartó kutatójának és a felső szint felfedezőjének az emléktáblája, valamint az a vers, amit Lajos bácsi írt a felfedezésről. És ide lesz majd egy fotókiállítás kiállítva a kutatás történet. Telt pontosan ugye a régi képektől egészen napjainkig. Te László, azért ennek a sisaknak van súlya. Van. Igaz? A lámpával és a sisak együtt ugye egy olyan kiló körül van. Érzem. És hogyha nem vagy hozzaszokva, akkor este már a nyak csigolyák jól fájnak. Jövök én elő, jó? Nyugodtan. Ez Székelyföld és talán Erdély is egyik legjelentősebb cseppkőbarlangja. Mit kell tudni, milyen képződmények vannak itt? Igen, ez egy mészkőben kialakult cseppköves barlang, ugye, ami, hogyha a turisztikai szempontból nézzük, akkor valóban így van Székelyföld legjelentősebb cseppköves barlangja. Méreteiben nem olyan, hogy már beszéltünk korábban róla, viszont egy nagyon látványos és sok embert vonz a cseppkő világa. Ezt már ugye abból is látjuk, hogy már a felfedezés utáni időszakokban volt már olyan időszak is, amikor a barlang egyrészt nyitva volt hagyva, másrészt ugye nem volt meg gondok a barlangnál, és bárki bejöhetett. És annak a nyomait látjuk, hogy a menten nyomó, hogy rengeteg cseppkövet letörtek innen. A cseppkő világa az változatos, egészen a borsókövekig, ami egy ritka barlangi képződmény, mert ahhoz fontos az állóvíznek a jelenléte, és itt a felső szinten voltak olyan szakaszok, amelyek a geológiai múltban voltak árasztva vízzel, és akkor ugye ott kialakultak ezek a borsókövek vagy koralit képződmények. És akkor ezeket is ma meg fogjuk mi együtt nézni. Amit itt az első szakaszban látunk, azok közönséges stalaktitok, stalagmitok, és néhány oszlop, ami ugye annak a stalagmit összefejlődéséből alakul ki. Hátrább aztán nagyobbakot is fogunk látni, úgyhogy menjünk és nézzük meg azokat is. Gyere! Hogy alakul ki maga a cseppkő? Hát ugye úgy, hogy egyszer is a víz lehull a felszínre, beszivárog a talajba, onnan vesz magához humuszsavat, szénsavat, és tovább halad a kőzetnek a repedéseibe. Keresek most ott, ahol szikla látszik. Hátrább, hogy megnézzük, jó? És a vízbe itt oldott állapotban benne van a kalcit. Uh-huh. És amíg itt áll ez a víz, addig a kalcit lerakódik. Hogy tud lerakódni? Úgy, hogy a szénsav eltűnik. Ezért van az, hogy szén-dioxidba dusított ide benne a levegő. Kevesebb itt az oxigén, mint a felszíne. És lerakódik, nyomáscsökkenés történik, a savak eltűnnek, és kalcit szépen lerakódik, utána a vízsebb lecseppen, és táplálja azt a lagmitot, mert még mindig van benne kicsi kalcit. És ezért ennyire hosszadalmas, hogy 1 cm körülbelül 100 év alatt alakul ki. Mára már sajnos kevés érintetlen cseppköve maradt a 4 emeletes barlangrendszernek. Mielőtt lezárták volna a járatrendszert, az emberek vezető nélkül látogattak ide. Sokan tudatlanságból törték le a stalagmitokat és vitték haza emlékül. Képzeljék csak el, hogy egy kézmozdulattal 2-3 ezer évet semmisítettek meg. A barlangi látogatásunk egyik első főállomása a nagy terem, hogyha egy picit körbenézünk, akkor láthatjuk a gyönyörű több százezer éves cseppköveket. Innen vezetnek tovább a járatok, az alsó szintekre is a turisták eddig juthatnak el.
A turisták számára ugye itt a zeneteremben ér véget a barlangi látogatás. Mit kell tudni a zeneteremről? Ez egy különleges hely. Így van. Tehát idáig tart a túra, és innen fordulódik meg a csoporttal. A zeneterem az első sorban ugye onnan kapja a nevét, hogy jó akusztikával rendelkezik. A másik meg az, hogy itt a terem végében, sajnos most már csak múlt időben tudunk róla beszélni, volt egy jó néhány nagyon hosszú stalaktit, különböző hosszúságú, különböző vastagságú, és nagyon óvatosan kopogtatva úgy működött, mint egy xilofon. És ott egy természetes xilofon egy jó akusztikával illet össze a zeneterem. A jóval később időszakokban kezdődött el itt koncert is szerveződni. Hát itt van ugye egy ilyen kis színpadszerűség, viszont ugye velünk szembe áll egy ilyen kis amfiteátron kialakítva ülőhelyeknek, és már volt több alkalommal is itt koncert, ugye. Itt most elérkeztünk egy olyan ponthoz, ami a turisták által nem látogatható. Mi most a László jóvoltából betekintést nyerhetünk a buzogányok termébe is, ugye László? Így van. Ugye beszéltünk róla már a kiáratnál, hogy van egy szigorúan védett barlangtani rezervátumunk, az innen kezdődik, és annak első terme a buzogányok terme. Ugyan nem mondhassuk, hogy nagyon veszélyes ide lejutni, de egy picikét azért ugye elég nehézkes oda lemenjünk a terem aljába, úgyhogy ezért a nagy publikum előtt le van zárva, pontosan a balesetveszély megelőzés, tehát a baleset szempontjából zártuk le, és ezért nem látogatható. De most mi lemegyünk, és megnézzük. Na, itt óvatosan kérlek. Itt is csúszik. Fejre vigyázni. Ugye László, nem hiába nevezték el ezt a termet a buzogányok termének, itt is látható, hogy miért. Pontosan, ezekről a galéros képződményekről kapja a nevét, viszont a igazi buzogány, a botont buzogány az innen le van törve, mivel volt egy olyan stalaktit, amely belelógott a vízbe, ugye már beszéltünk róla korábban is, hogy ez a terem el volt árasztva vízzel, ez itt egy tó volt, és akkor mondjuk a képződmény, ahogy a vízszint alá került oda, kirakódott rá egy ilyen buzogányra emlékeztető hatalmas koralit, vagy borsókő. És ugye innen kapta a nevét. A teremnek az érdekessége és az egyedisége pont a borsókövekben rejlik. Ugye, hogyha a vízszintet, amit a falakon most jól ki tudunk venni, a vízszint alatti részeket megvizsgáljuk, akkor egyértelműen minden borsókővel találkozunk, ugyan jobb, mint a baloldali falon. És hát persze a víz fölötti részek azok közönséges stalaktitek, és voltak azok az egyedi képződmények, hogy belelógtak, és akkor azon kialakult a buzogány. Innen van egy továbbvezető rész, ugye, amely a túlfolyó ágat innen közelítsük meg, és hát itt van egy olyan rész, ahol jó nehézkesen lehet bejutni a túlfolyó ágba, és onnat számítva egy ilyen jó 140 métert lehet a barlangba előre jutni. Na, ez már speuturizmus, ugye, hogyha itt felveszik az overallt is, úgy bújunk tovább, és hát ez gyönyörű szép, tehát gyakorlatilag a barlangnak az egyik érintetlen és legszebb részét képezi a túlfolyó ág. Én meg is mutatnám egy picit a nézőknek, hogy lássák, hogy mennyire szűk itt minden, és innen vezet tovább az út, ugye? A sugóbarlang gyakorlatilag egy négyemeletes rendszer, amelyből patak folyik ki. Ez a hely egy igazi álomvilág mészkőből, egy barlangászati csoda. Szinte minden repedésnek, minden cseppkőnek saját története van. Ide belépve az idő és a tér megszűnik létezni, órákat el lehet tölteni, és csak hallgatni Simon Lászlót, aki maga a lexikon. Tudásával, lelkesedésével és odaadásával elkápráztatja az ide látogatót. Nincs olyan szeglete a barlangnak, amiről ne tudna mesélni.
Őt hallgatva azt gondolom, milyen jó lenne, ha mindenki így állna hozzá a természeti kincseinkhez, akkor biztosan itt a sugóbarlangban is több cseppkövet láthatnánk épségben. Kedves nézőink, én remélem, hogy sikerült egy kis ízelítőt nyújtani a barlangok és cseppkövek csodálatos világából. Látogassanak el a gyergyószéki sugóbarlangba, hiszen nem csak a cseppkövek csodálatosak itt, hanem a túravezetés is. Viszontlátásra!